A színpadon meg az lehetek, aki csak akarok. Bocsánat, hogy ezt mondom, de nem lehetsz az, aki akar. Hát nem is várom el, hogy sokan legyenek úgy rajtam, hogy... Ahogy régen. Próbálom kibogozni, hogy én is érzek valami tök durva, és rajtam aztán nincs társadalmi nyomás, tehát hogy a... Ennek az országnak a vezetése nem feltétlenül gondolja azt, hogy ideális szülő lennék, szóval nem vár engem a babaváró hitel. Otthon is ezt kéne, üljenek benne ilyen 30-40. Végül is megmutatjuk az elején. Már dugába dőlt a tervünk. Mert azt találtuk, hogy úgy beszélgetünk, hogy mintha nem lenne itt senki. De ez a taps, ez megzavart minket. Kicsit megnehezítette. Lehet, hogy bejövünk még egyszer, és létszi, maradjatok csak. És jól begörcsöltettük a nézőket. Igen. Igen, ettől féltem, hogy befogjuk őket. Viszont egy ilyen, ez alkoholmentes, csak ezt nagyon fontos elmondjam. De miért? Miért ez, hogy jött ez a változás? Vagy mégis nem is változás. Ez nehéz lesz. Miért nem iszom alkoholtartalmú sört? Mert nem iszom alkoholt. Hát, na, azt én mondjuk kitaláltam, csak hogy... De mióta csinálod ezt? Hát elmentem a Bodó Viktor esküvőjére, biztos hallottál. Akkor jön egy folyt. És amit ott láttam. És ez egy ilyen... Nyilván ez egy ilyen valami élmény volt, ami ilyen erősen érintett. Ez egy ilyen szesz és szermentes esküvő volt. Aminek az volt a lényege, hogy szesz és szermentes volt, tehát semmi nem volt, ilyen alkoholmentes sörök voltak, meg matetea, meg nem tudom mi. És attól a naptól kezdve úgy döntöttem, hogy... De annyira tett, hogy az annyira volt, tett. Hogy mindenki olyan, hogy jó lett, tehát hogy tök másképp beszélgettek az emberek, meg másképp voltak együtt, vagy pedig csak megtetszett ez az elhatározás? Hát... Figyelj, hát nyilván... Vagy a matetáról elkaptál. Hát, hogy is mondjam, tehát nagyon sok minden kellett ehhez, tehát eleve ott tartottam, hogy így elegem volt tulajdonképpen a bizonyos értelemben így az alkoholfogyasztásból. Annak így a mindennapokba beépült formájában mondom ezt, tehát, hogy most nem a négy kézlábon mászás a belvárosban. Hát úgy már rég lett alak. Abban már korábban elegem lett. De valahogy a vírus hatására arra lettem figyelmes, hogy ezek az ilyen állandó alkalmak, amik amúgy vannak, hogy előadás után megbeszélés van, itt maradunk, iszunk, hogy ezek eltűntek. Viszont otthon így iszogatok. És aztán ez elkezdett rohadtul zavarni, és akkor elkezdtem ilyen tanulmányokat olvasni ezzel kapcsolatban, és akkor van ez a típusú dolog, nagyon-nagyon gyakori, hogy az emberek isznak folyamatosan, tehát attól függetlenül berúgsz, nem az van, hogy leiszod magad. Igen, nekem is nagyon fura. Hanem az, hogy minden este így közösen a pároddal megisztok, nem tudom, egy üveg bort, vagy kettőt, vagy nem tudom. És akkor úgy éreztem, hogy ez nekem nem jó, vagy hogy így elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor volt ez az esküvő, és ott meg azt éreztem, illetve hát volt ez a periódus is, amit itt emleget. Tehát azt éreztem, hogy elég időt töltöttem el annak feltérképezésével, hogy ezek a dolgok mit adnak az embernek, és most feltérképezném azt, hogy mi van, ha ezek a dolgok nincsenek. Azért kérdezgetem, mert nekem ez nagyon fura, mert én egyszerűen tehát hogy most ez nagyon vicces, mert azért itt van nekem egy whisky, tehát innentől meg kb. Teljesen mindegy, hogy mit mondok, de én egyáltalán nem iszom. Uh-huh.
És ez mit jelent? Tehát, hogy nekem, én viszkit szoktam inni, tehát az a rock and rollhoz tartozik. És tehát az, a koncerten nekem mindig van. Tehát az be van kérve a Riderbe, és nekem teljesen mi ahhoz... Mi az, hogy a Rider? Bocsánat. Hát amit a zenekarok leadják az igényeiket, hogy ja, milyen karosszék legyen az öltözőjük, tehát így a sztárok tudod, hogy milyen legyen az öltözőjük. Mik vannak még rajta? Nálunk vega szendvics miattam, gyümölcs, és egy Jack Daniels, és a fiúk miatt kóla. Bor is van bekérve, de azt soha nem issza senki, meg sör, de azt meg a fiúk isszák. És a viszki miattam van bekérve, és senki nem szerette, de rászoktak miattam. Uh-huh. Könyörögni szoktak, hogy legyen most már rum, vagy ott, de mondom, nem lehet, mert egyszerűen én amikor először voltam, ilyen 14 éves koromban még volt az Rádai Klub nevű rohadt jó hely, és ott életemben először láttam a Blurt nevű angol előadót, egy őrült punk pali, és ő megivott egy üveg viszkit koncert közben, de nem ez maradt meg igazából bennem, hanem de tényleg fantasztikus volt az egész, tehát azt szerintem nekem az ott úgy beállította, hogy nekem mi tetszik, hogy valaki színpadon mit csinál, de valahogy mégis beleégett nyilván ez a retinámba, ez az üvegviszki is akkor ott. De és akkor egy egész üveggel megiszol, vagy? Nem. Én tényleg nagyon, tehát hogy én abszolút ez a hogy mondják, ez az óvatos duhaj vagyok, tehát én iszom egy nagyon keveset, és az csak egyszerűen hozzátartozik. De egyébként meg egyáltalán nem tudok inni, és ezért soha nem, tehát hogy nekem mindig ez, hogy most iszom, és aztán eldöntöm, és nem iszom, és tök sok ember meg ezzel küzd, hogy nem, nincs ez, hanem hogy akkor van ez a mindennapba belecsúszás, és akkor utána meg ilyen drasztikus döntéseket kell hozni, és nekem én meg nem hozok ilyen drasztikus döntéseket, mert nincs miért, és közben meg tökre tetszik ez, hogy emberek ilyeneket meg tudnak hozni. Vagy én téged például tök sok mindenben ilyennek látlak. Én meg ilyennek látlak, aki valahogy úgy jobban középen van így a dolgokban, ami amúgy tök érdekes, mert hogy ugye volt ez a helyzet, hogy most így beszélgetünk itt így nyilvánosan. Én már kezdem elfelejteni. Hogy nyilvánosan vagyunk? Hogy itt vannak. Hogy azt így akartam neked mondani, amivel ugye dolgoztunk együtt, de akkor így nem ültünk le egy nagyot dumálni, vagy hogy annyira az volt az ügy, hogy ez a kaukázusi krétakör készüljön, vagy nem tudom. De hogy nekem, mivel hogy nagyon kiskorom óta ismerlek, csak te nem biztos, hogy emlékszel rá, de hogy amikor körülbelül ilyen 19 lehettem, vagy 20, amikor a ilyen Nagy Pál Orsi. Igen, az a film. És akkor még nagy. Nem az a film, mert arra a filmre emlékszel, ahol asszisztens voltam. És nem tudom, nem. Hát így a férjeddel jobban volt a Nagy Pál Orsi, és akkor én egy ilyen, most azt mondom, hogy egy ilyen nyűnyüke voltam körülbelül, de hogy még ez ilyen Ázsiában menetelem előtti volt. Időszak. De szóval még nagy hajad volt. Hát még ilyen balerina külalak. Igen, tudom. Én emlékszem, mert én láttalak azzal akkor, még az akkori jelmezemmel. Akkori jelmezedet, és az nagyon beégett, tehát tényleg őrület volt. Csak azt akartam mondani, hogy kialakult bennem, ugye volt ez a találkozás, mindegy, mert erre nem emlékszel, és tulajdonképpen nem is történt jelentősebb dolog azon túl, hogy én így... De hol voltál? Nem tudom, valahol ott a belvárosban, de én szerintem csöndben ücsörögtem végig, annyira meg voltam illetődve. Hogy is mondjam, valami nem jó szó a példakép, mert másra használják, de hogy valami... Tehát, hogy az életemben később egy csomó mondatod, amik ezeken az amúgy nem köztünk lévő találkozásonkon így úgy amúgy elhangoztak, azok ilyen nagyon meghatározóak maradtak. Jó, hogy eljöttem, mert most pont ilyen rogyadozó önbizalmam van éppen is. De miért? Hát mert nekem ez nagyon nehéz, ez a most ugye főleg a Covid után ugye bedúran ilyenkor egyrészt a rengeteg koncert szintet, most nagyon sokat dolgozom, és akkor ilyenkor mindig rám tör az, hogy tehát ilyen tudatosodást, tudod, hogy tolom, mint az állat tényleg, és azért most nem csak a viszki miatt, de tehát a rock and roll az egy nehéz műfaj. És, vagy legalábbis én úgy csinálom, hogy nekem nehéz, mert én
megpusztulok, és akkor utána meg hazamegyek mondjuk egy ilyen koncert után éjjel ki Visegrádra a családomhoz, és akkor így ott is próbálok, tudod, akkor másnap kitakarítok, főzök, próbálok, tudod, így... Azt is így... Igen, hogy akkor... És ettől tehát, hogy ezt egyszerűen nem éri magát az ember utol. És ez most, hogy van összefüggésben az önbizalommal? Hát úgy, hogy most pont az van, hogy azt érzem, hogy nem, ezt nem lehet jól csinálni, és akkor hogy lehet ezt így beosztani, és nem vagyok elég jó családanya, meg nem tehát hogy... Hát meg ez hosszabb, messzebbre vezet, mert ugye most mindenkin kitört ez a világvége para, és akkor az én férjem is, meg a gyerekem is, hogy utálják a várost, és akkor ki akarnak költözni vidékre. Jó, de már nagyjából most nem akarlak megijeszteni, de kb. Kiköltöztetek, nem? Vidékre. Hát igen, kiszoktunk, csak értetted, hogy az van, hogy én mondom, hogy én nem tettet, hogy én értem, hogy ez egy süllyedő hajó, de a városi kultúra, meg az egész civilizáció, meg itt fogunk megfőni az aszfalton, meg megfulladni, és hogy basszus, csináltam, és tudod, mennyi paradicsomom terem? Tehát, hogy tök ügye, tehát, hogy olyan veteményes csináltam, tényleg, meg, tehát, hogy így... De mennyi? Nem tudom, hogy elég lenne. Hát nem tudom, meddig lenne elég, meg be is kell valamit kikénítem, mert megesszük, tudod. De hogy értem én ezt, hogy és akkor tök sok ismerősünk az van, hogy ide kiköltöznek állatokat, tyúk. Tehát, hogy minden, azt érzem, hogy van az emberekben egy ilyen készülés most, tudod, hogy és hogy a gyerekeknek is, hogy menekítsük ki őket ebből az egészből, és akkor nem az van, hogy akkor inkább a süllyedő hajón én akkor is a kiállításra akarok menni, meg a színpadon, tehát hogy én szeretem ezt. Aha. Szeretem a várost. És akkor ilyenkor azt érzem, hogy én a családom boldogságának vagyok a gátja. És akkor ezen nagyon tudok szenvedni. Úgyhogy ehhez képest, hogyha most azt mondod, hogy én mondataim belédivottam, akkor megnyugszom, tehát hogy azért azért jót is csinálok, vagy nem tudom. De jó, most ezzel kapcsolatban, amikor ott most vagytok... Most messzire mentem, viszont... De nagyon jókat, érdekes dolgokat tudtunk meg róla. Nem csak, hogy de amikor ott vagy Visegrádon, akkor is frusztrál, vagy csak ez a jelennel nem kapcsolatos rémjövőkép? Hát nem, hanem az van, és ez most például megint hozzád kapcsoló, majd vagy hozzád tudom kötni. Mert én téged például olyan, most vagy igazából ez egy kérdés, mert én néha rajtad azt érzem, hogy te képes lennél azt mondani, hogy ezt befejezed, és másképp élsz, mert hogy tök sokszor csináltál ilyen nagy váltásokat. Én meg úgy érzem, hogy egy iszonyatosan boldog ketrecbe tettem magam a művész létemben, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ez egy olyan örök börtön, hogy nekem színpadon kell lenni, mert egyébként megbolondulok, amiből nem látom a kiutat. És akkor még, amikor még jártam pszichológushoz, mert még a Covid előtt ki tudtam fizetni, akkor most meg már igazából már nem tudom, akkor még a pszichológus is ezzel görcsöltetett, hogy meg kellene nézni, hogy mi vagyok én úgy ezek nélkül mind. Tehát a színpad, meg a színpad. És akkor megint így, mint a vidéki életre. De mi a ketrec része a dolognak? Hát az, hogy ott vagyok kint Visegrádon, és akkor nem tudom azt mondani, hogy végül is, mint a Covid-ba, ugye ezt ki lehetett próbálni, hogy milyen az, hogy végül is ott vagyunk fél évig, és nincs izé. Hogy akkor így élni, hogy akkor azt mondani, hogy befejezem, vagy érted, tehát, hogy abba hagyni ezt. De hogy ennek egyszer, a Péter Fiboriságnak a drogja, vagy a... Hát, vagy egyáltalán a folyamatos alkot, meg a folyamatosan a színpadon. Szóval én szoktam néha azt is mondani, hogy én a színpadon vagyok boldog. Most például a koncerteken azt csinálom, hogy amikor van a lemenés, azt tudod mi?
Hogy amikor van, úgy van tudod, hogy van egy ilyen táncrendje, hogy van a koncert, és akkor általában az utolsó 2-3 szám előtt vége van, és akkor lemegy az ennek, akkor a közönség mondja, hogy vissza. Miért hiszi el mindenki ezt a színjátékot? Hát ez egy színjáték, és akkor nagyon örülnek, akkor a zenekar örül, hogy kiabálják, hogy vissza, meg izé, és akkor boldogan visszamennek, és egy új lendületben. És akkor én most azt szoktam csinálni, hogy nem megyek le. Hanem ott így, na, végre, rendezgetem ott a színpadot, meg ott elfekszek elpénnek, és akkor mondom, hogy figyeljetek, ne haragudjatok, de engem annyira lesukkolt ez a Covid, hogy én most egyszer feljövök a színpadra, én nem megyek innen le. Tehát most a zenekar majd visszajön, meg tapsolgassatok, de én ameddig lehet, én itt ülök. Kérdezhetek még ezzel kapcsolatban? Bármit, akkor is ezért vagyunk ki. Nem csak, hogy az mit jelent, hogy a... Szóval most komolyan, tehát hogy mit jelent ez, hogy a színpadon vagy boldog, vagy hogy... Hát azt, hogy, és ezt is tudom hozzád kötni, mert... Sos áruljuk el, mit miért kötünk egymáshoz, csak hogy kötjük. De nem, az előbb hozzád kötöttem, mert hogy te, hogy... Amit például egyszer mondtál, most visszakapcsolok az előzőhöz, hogy egyszer azt mondtad, hogy te 60 éves korodig fogsz rendezni, mert hogy a színház az egy kortárs műfaj, és hogy te nem akarsz egy ilyen már nem up-to-date agyú valaki lenni ebbe a szakmába, és hogy te, és ezt úgy, én akkor úgy éreztem, hogy te ezt úgy mondod, hogy ez így is lesz. Persze ezt nem lehet, hogy korábban kéne abbajni most meg. hogy és az eddigi kalandos életed is olyan volt, hogy te így bárhol otthon tudsz, tehát hogy én meg én téged mindig is olyannak láttalak, mert most én is mondom, hogy téged milyennek láttalak, én meg téged olyannak láttalak, mint egy ilyen szuperhős, de hogy, és téged bárhova letesznek, akkor te olyan önazonosan vagy ott otthon, bármilyen közegbe, vagy én legalábbis így láttam, most lehet, hogy egyébként vannak ezzel neked is problémáid, vagy megszenveded, vagy nem tudom, de kívülről úgy néz ki, hogy tényleg, ahogy voltál Laosban, és akkor itt, és akkor ott azt megcsinál, ott fogsz akkor élni. És akkor én meg elképzelem azt, egyáltalán azt, hogy egyedül elutazzak valahova. Hát majdnem, hogy rosszul vagyok a gondolattól. Rám például pont ellenkező, rám attól tör a pánik, hogy azt el kell fogadjam, hogy esetleg valamilyen hosszú kiszámíthatóság, vagy valami... Tehát azért jó a színház, vagy azért egy jó találás nekem, de nem tudom, hogy meddig tart. Hát... mert... Vagy én mondom, hogy szólok. Igen, légy, hogy mivel ugye az ember, és nagyon komoly színházi közhely következőnek készül fel rá, de hogy tényleg attól... Én, mert ők nincsenek, tudod, azt beszéltünk. De hogy ugye nyilván minden egyes munkánál az embernek van egy bizonyos fokú halálfélelme attól, hogy nem tudja saját magát nem, hogy meghaladni, de elérni sem abban, amit csinál, hogy nem érti elég jól azt az anyagot, vagy nem talál benne valamit, ami elég személyes, vagy új, vagy nem tudom. De ennek az egésznek van egy olyan állandó megújuló része, ami egy picit ezt a típusú vonásomat nyugtatja. De még ezzel együtt is gyakran küzdök ezzel, hogy nem megint ez. Igen, hogy most akkor ez lesz az életem? Tehát, hogy most akkor ez lesz az életem, ami egy csodálatos és kiváltságos élet, és most minden szempontból az, tehát mint a katonát, mint a tanítást, a közönséget, akik reagálnak. Szóval tényleg van egy ilyen nagyon kiváltságos szituáció, és mégis folyamatosan van bennem egy ilyen pánik, hogy akkor most, na és akkor jövőre valamit rendezek, tudod, és akkor jövő után is majd valamit rendezek, és így mik azok? Tehát, hogy engem meg valahogy pont az... Hát egy kalandor vagy. Igen, hát, de... Mégül is egy Odysseus-ban is rendez. Olyan, nem hangzik elég jól ez a kalandor vagy, akkor mindig ilyen kutyavetyélésre gondolok, mikor ilyen kalandorság, és persze az is voltam, vagy hogy volt az életemnek olyan vonatkozása, ami talán nem is kutyavetyélés, de minden esetben nem biztos, hogy annyira értékes ügyek voltak, vagy hogy mindenképpen valami
mértékre törekedtek, de minden esetre azt érzem, hogy itt van egy idő, tehát amíg élek, és aztán meghalok, és hogy ebben az időintervallumban vajon az-e a jó út, hogy én valami ez amúgy fiatalkorom óta egy ilyen kettőség, amit mondtam, igen, a Hesse a Narcissus és Goldmundban megír, hogy most melyik út az, ami kiteljesít, és bizonyos értelemben most túlzok valahogy, de lehet, hogy mégsem, hogy a tánc meg a balett az, és amit imádtam, és nagyon fókuszáltan, és nem tudom, hogy csináltam, az egy ilyen nagyon bezárt dolog volt végtelenül, tehát nem is nagyon tudok itt a bezártabb dolgot mondani az élsportnál, vagy a... Tudom, ebben nagyon hasonló az életkezdésünk, mert én is ugyanígy, csak én Klári néninél 3 évesen kezdtem a balettot, csak én aztán, te meg a Sári néninél, és én aztán, én meg ritmikus sportgimnasztikával lettem versenyző, tehát ugyanaz, csak aztán engem anyám kivett, mert nekem az idegrendszerem ott valamit már ott jelzett, és ilyen halucinációim voltak, éjszaka járkáltam, meg mindenfele találtak meg a lakásba. És akkor azt mondta a gyerekpszichológus, hogy idegkémerültségem van, és akkor kivett anyám már 11 éves koromban végül is, nekem akkor ez abban maradt, de én imádtam ezt a fajta terhelést. És igazából a testemet azóta is ilyen betegesen terhelem. Hát ez nekem én is imádtam. De most elvittem, Mária, mert még nem fejezted be, nem, most teljesen ilyen vágányokon mellékvág, vagy hát hogy nem mellék, csak hogy nem, csak például a Pelsőci Réka mondta egyszer, és olyan üdítően korán állapította meg ezt velem kapcsolatban, szerintem, hogy levett egy ilyen nagy sziklát, vagy egy terhet a vállamról, mert egyszer csak azt mondta, hogy ő tulajdonképpen valahogy azért van, sem tudom pontosan milyen szót használ, de zavarban tőlem, vagy hogy azért nem tudom, tehát hogy próbálja belőni valahogy az én jelenlétemet, mert ő azt tudja, hogy így vagy egy színházban, vagy egy társulatban, vagy katonában, vagy akár tehát egy ennyire fanatikus közegben, ő tudja, hogy mindenki monomániásan elért valamit, akkor azért, de ő azt tudja, el tudja képzelni, hogy így egyszer csak azt mondom kedden egy próba folyamat közepén, hogy bocsi, én most... Ami nyilván nem, de hogy maga a felismerés az számomra felszabadító volt, nyilván nem csinálnék ilyet, meg van bennem most már felelősségtudat, vagy nem tudom mi, de jó esett, hogy ő ezt így... Igen. Na, mert tényleg olyan vagy én olyannak látlak kívülről, hogy akkora energiaszinttel létezel, hogy az nagyon, az sokkal több életet elbírnám. És ez biztos kurva nehéz lehet kiválogatni, hogy most éppen melyiket csinált. Igen, de, tényleg az. Igen. Igen. Én bennem meg ugyanúgy megvan ez, de bennem annyira sok a szorongás, amit sajnos végül is ez tök nehéz igazából megállapítani, hogy, vagy visszanyomozni az embernek, hogy mi az, ami tényleg a személyisége, és mi az, amik a neveltetése által bele görcsöltetett dolgok, de anyám, aki tényleg egy csodálatos nő volt, de tehát gyakorlatilag ő az egész életét végig szorongta. És én úgy nőttem fel, tehát ebbe a folyamatos, tehát hogy tényleg egy olyan, tehát az apró dolgoktól egészen az univerzum és a legnagyobb istenek haragjáig, és tehát, hogy minden veszélyes volt, és minden végzetes, és drámaian, és ezzel én nagyon sokat küzdök. És akkor néha arra gondolok, hogy azt kéne csinálni, és elmegyek Laoszba egyedül, és hát le tudom tenni ezt a terhet. De nem tudom meglépni. És visszatérve, ugye onnan kanyarodtunk el, hogy miért mondom a színpadon, tehát a színpadon meg az lehetek, aki csak akarok. De tényleg nem? Én például pont... Bocsánat, hogy ezt mondom, de nem lehetsz az, aki akarsz. Baszd meg! Ezért nem jó rendező, mert te majd megmondod. Majd én megmondom, hogy ki lehetsz a színpadon. De, jó van, akkor belekortyolok ebbe, hogy...
hogy... igen, de hogy én például egyrészt csodálom a színészeket bizonyos értelemben, másrészt meg egyszerűen nem nehezen tudok azonosulni ezzel a gondolatmenettel, mert én meg pont azt látom, hogy és azt is látom nyilván, hogy egy adott szerepben az ember már felszabadul, meg azt is látom, hogy nem létező életeket él meg, meg nem létező szituációkat. Pontatlanul fogalmaztam, ebbe igazad van. Tehát a szerepek az ugye más, ott a szerepekben az van, hogy nem a saját életedet kell élned. És addig a másféltől három óráig, ameddig tart egy előadás, addig ugye nem a saját paráztatásoddal foglalkozol, hanem annak a nyomorult másiknak, akinek játszod az életét. És ugye ez már felszabadító. És ugye lehet nyugodtan hisztizni, ugye amit már otthon nem szabad, mert akkor kirakják a szűrődet, és a színpadon meg nyugodtan lehet falakat borogatni, meg mindent csinálni, amit igazából szeretnél. Ezért is járnak szerintem az emberek színházba már, hogy helyettük ezeket ott megcsináljuk. És a koncert színpad, az meg viszont, az teljesen, tehát a rock and roll, az meg viszont annyira felszabadító, és annyira mást tudok tükrözni. Most tényleg, most mit tudom, csak mondok egy példát, hogy amikor próbáltam a Belvárosi Színházban, mindegy, és akkor jöttünk ki, és a Pali, na most nem fogom eszembe, a saját kollégám neve, basszus. Mindegy, az a lényeg, hogy ott parkolt egy ilyen kibaszott menő motor, így a izdét, de tudod, egy ilyen kurva jó. És akkor mondta, hogy a tied? Mert hogy én ilyen, mert ő engem így lát, hogy ilyen motorral így megjövök, tudod. Vezetni nem merek. Igen, de ez... Majdnem 30 éve van jogosítványom, és nem vezetek, mert annyira félek, érted? Értem, de mi ez, Bari? Nem tudom, hát mondom, hát ez... Lehet, hogy vissza kéne menni a pszichóhoz, még nem késő. Nem tudom, elmondom ezt, ahonnan indultam, ezeket a mondatokat, vagy egy-kettőt közül, meg azt, hogy ilyen lenyomatokat hagyott, mert amikor visszajöttem Ázsiába, akkor dolgoztam egy kereskedelmi csatornánál, és pont ez az időszak volt az, amikor én ott asszisztenskedtem, tettem-vettem körülötted. És akkor pont jobb volt, mint a Győzikes. Hát sokkal. De hogy akkor egy olyan időszaka volt az életednek, hát fogalmam sincs, olyan időszaka volt az életednek, de úgy tűnt, vagy hogy valahogy úgy voltatok a Dáviddal, hogy ilyen nekem, akkor nem tudom mennyi voltam, 23, vagy 22, 23. Ilyen rendkívül radikálisaknak tüntetek. És én éppen abban az időszakban voltam, amikor mert ez egy különös dolog nálam, hogy nem, valahogy ilyen a különböző életek élése azért is van, mert ilyen különböző aspektusaim külön-külön kapcsolnak be. Tehát nem az van, hogy már volt egy ilyen régóta elnyomott színház csináló bennem, aki ott Laosban küzdött, és nem tudom mi, hanem hogy mikor egy jó Molière-t mikor vehet. Vehetne már. Ezt tök értem, mert mondom, én is ilyen vagyok, csak ezeket nem mindegyiket tudom. És akkor pont volt ez a kereskedelmi tévés időszak, aminek mindenféle aspektusai voltak, és nagyon sok pozitív aspektusa is volt, de egyszer csak, és nyilván most a Győzikes óta említed, akiket szintén nem akarok, sem a készítést, tehát semmilyen ítélkezést nem akarok. Isteni, hát figyelj, ennél nagyobb. Rengeteget tanultam, és rengeteget... hozok onnan a munkamorából, és na mindegy, szóval nem akarok semmi ilyen izét, de viszont mégiscsak a kereskedelmi tévé, és ezt megint csak tény megállapításként mondom, nem ítélkezésként, bekapcsolt bennem egy olyan aspektust, ami viszont a minőségről szól, vagy az értékekről szól, vagy arról szól, hogy ami már nyilván bennem volt, mert rohadt sokat olvastam gimnáziumban, és már akkor is fogékony voltam egy csomó ilyen típusú dologra, ami amúgy a táncot tulajdonképpen el is kezdte úgy ki,
kiírtogatni, de hogy pont egy ilyen időszak volt, amikor így magamban ez elkezdett úgy alakulni, és úgy termelődni, és titeket úgy láttalak a Dáviddal, hogy ilyen, tehát nem tudom, ilyen gerillákként, ilyen szabadságharcosokként, és emlékszem, hogy volt valami szituáció, amikor ott fönn voltunk a lakásodban, ami ugye az álmom volt, hogy egyszer akkor fogalmazódott meg, hogy bárcsak ebben a lakásban egyszer én élhetnék, aztán ugye ott éltem, de hogy az hatalmas pillanat volt, ezt most muszáj kifelmondanom, mert hogy egyszerűen tényleg 23 évesen azt éreztem, hogy ennél jobb lakás a földön nincsen, mint az a lakás, és aztán nem tudom, 10 évvel később albérlő lehettem abban a lakásban, és mai napig amúgy fáj a szívem, mikor arra megyek, mert azt érzem, hogy nem laktam ott elég ideig, tehát hogy azt éreztem, hogy azt tudom érezni, hogy ott abban még lehet. Mert megint váltanod kellett, de hát érted, igen, megint egy új élet kicsit kellett. Kicsit hosszabb időket is tölthetsz egy stádiumba. Most már szorít az idő lassan, azt érzem, úgyhogy. Szóval, de hogy pont ebben volt valami helyzet, ott voltunk fönn, és emlékszem, hogy valamelyikőtök azt kezdtétek el mondani, hogy vagy igen, de hogy az értékek is, hogy a kereskedelmi tévében valami ízét, és hogy én nekem az lenne, és lehet, hogy félig vicceltünk, félig nem, de hogy nekem azt kéne csinálnom, hogy én valahogy ott a, most nem tudom, hogy hívják azt a szobát, de hogy adás... Úgy meg kell. Én úgy hívnám, hogy adás sugárzó szoba, de nyilván van ennek egy jobb neve, mert nem hangzik annyira jól. De hogy igen, hogy ott valami, hogy készítsünk oda valami kazettát, hogy valami anyagot, hogy én oda valahogy törjek be, és akkor egyszer csak a magyar társadalom nézzem, öt, vagy amíg ezt le nem tiltják, nézzem valami 5 percnyi pornót, vagy akármit, és akkor ez bennem egy ilyen, tehát mai napig tulajdonképpen nem szűnő hatás volt, vagy valami tök erős dolog ott arra, hogy bátornak kéne lenni, vagy hogy bátrabbnak kellene lenni, és nem mintha ti bármit becsempésztetek volna valahova, és nem mintha én bármit becsempésztem volna valahova, de hogy azóta is folyamatosan minden egyes alkalom, amikor valamit csinálok, akkor ez a jelenet jut eszembe, és mindig valamiféle elégedetlenség fog el, hogy igen. Hogy vajon az embernek mennyi, vagy hogy meddig kell elmenni, és mennyi a feladata, és... Hát és ahhoz képest mennyivel már még sokat romlott az egész. Hát, mert akkor még igazából talán még a tévét is lehetett nézni. Most, hogy például benned van-e még ilyesmi, van-e még benned ilyen, mert hogy most egy kicsit az érdekel engem, hogy amit mondasz, azért ez nagyon, nagyon erős dolog, vagy nagyon... szélsőséges dolog, amit mondasz, egy szituációba zárva. Hát ez, hogy... Úristen. Hát ez, hogy én is láttalak már koncerten, most ugye megépítettük Vandát, a lakóautónkat, és az elmúlt 2 hétben Vandában éltünk, és más lakóautós pár úgy mesélt rólad, mint koncertélményéről, nem tudom hol. Nem ismered. Vagy így random kezdett el rólad beszélni, szóval nem harangoztalak be előtte, hanem hogy ő teljesen, vagy így zenékről beszélgettünk, meg magyar előadókról, és akkor, hogy ő teljesen, hogy a lovasiér van teljesen oda, és érted van teljesen oda, és hogy egy olyan energia volt a koncerten, és olyan profizmus ember valami találkozón vidéken, nem tudom, nem is voltak annyian, de hogy te annyira durván toltad az egészet, hogy őt ez lenyűgözte. Tehát, hogy igen, tehát, hogy mi ez az extrém kettősség, vagy ez, és akkor hol van ez a, tegyük be a tehát, hogy a gerilla őrült. Nem, hát ez a rész, igen, szerintem ez a része megvan, tehát, hogy az életnek az, hogy bizonyos részein félelem blokkol, az az életnek olyan részei, ami lehet, hogy nem baj, hogy, hogy szóval ez igazából tényleg ez a fura kettősség van, mert nem ugye anyám, aki ez a halálszorongás, viszont olyan tanárnő volt, tehát hogy gyakorlatilag a mai napig ilyen szerelmesek bele, tehát megállítanak még most is az utcán,
még régen diákjai, hogy úristen, tehát hogy ő ott valami nagyon nagyot tudott, és akkor van a nagyanyám, aki meg azt mondta, hogy mindenki kapja be, és én művész vagyok, művésznő. És akkor ő meg ezt teljesen kimaxolta, és viszont ezért nem is volt olyan értelemben a család része, ugye, mint egy nagyanyát elképzelsz, és akkor én meg próbálom ezt így belőni, hogy így mindent csináljak, ami lehet, hogy egy kicsit túlzott feladat. De erre a Geril, én azt hiszem az volt a maximum, hogy egy újságírónak akkor az elején, mert ugye hogy hirtelen berobbant a zenekar, és akkor tényleg rengeteg interjút kellett adni, és akkor ugye szembesültem azzal, hogy ez az újságírás, ez egy szakma, de mondjuk 100-ból egy valaki tudja, és a többi az döbbenet. És akkor mondod. És akkor elkezdtem az ilyen ostobább, volt olyan, hogy meghekkeltem, tehát olyan interjú konkrétan lejött, hogy a halott macskám emlékére írtam a lemezt. És ezt például leírtam. De azért ennél sokkal bátrabbakat nem mertem csinálni. Tehát igazából a nagy bátorság, vagy a nagy ellenállás az ugye nálam abba csúcsosodik, hogy nemet mondok. Aha. Amit mondjuk folyamatosan, most már azért kezdenek elfelejteni, meg már kiöregszem lassan a jól nem fizető kereskedelmi tévés szerepekből. Ja, az ilyen igen, tévés. Tehát hogy az rögtön, tehát hogy az ugye rögtön rád repül, és akkor tényleg, hogy minden, tehát hogy a lehetőségek végtelen tárháza, és a pénzkeresés, és a bohóckodás végtelen tárháza, és akkor végül is először úgy gondoltam, akkor még tényleg ilyen forradalmian, hogy nem, tehát hogy én megmutatom azt, hogy híres leszek, meg menő leszek, de úgy, hogy csak jót csinálok. És akkor végül is ezt most még folytatom, de közben már azt érzem, hogy a világ is akkorát változik, meg akkora nagy erő ez az egész agymosás, plusz ugye a társadalmi butitás, amit hát kimondhatunk, nagyon hogy... Nagyon szeretnél részt venni. Tudatosan, most nem a kereskedelmi tévékről beszélek, hanem ugye az, hogy azért itt láttuk, voltak olyan ügyek, most nyilván nem akarunk ilyenekről beszélgetni, amikor, mint az SZFE ügy, ahol gyakorlatilag az egész magyar kulturális élet összeállt, és... Az SZFE-s ügyről jutott eszembe, úgy beszéltünk ilyenről, szerintem. Tök mindegy. Ja, hát beszéltünk csak, hogy... Sajnos. Csak, igen. Hogy... Csak, hogy annyi minden más is van. Volt egy ilyen reggel, még amikor így nagyon az elején volt az egész, és hogy is mondjam, olyan forró volt a hangulat, vagy ahogy akiket elért, vagy ő azt lehetett érezni, hogy valami reaktivitás beindul az országban, és hogy vagy az egésznek az elején, és akkor volt egy ilyen reggel 8-ra, vagy... 8:30, vagy nem tudom, meg kellett jelenni az emberminisztérium. Tudom, nekem az olyan emlékem, hogy sírok. Azért, mert oda jár ráadásul a Doma szembe iskolába a kisfiam. De akkor ott volt, azt nem találkoztunk. Persze, hogy ott voltam. És ott volt, majd én is elmondom, meg, hogy én miért sírtam ott. De én tényleg sírtam, de én azért sírtam. Kár, nem együtt sírtunk. Reggel 8:30-kor a Magyar Film és igen. Színház művészet igazán, tehát hogy nem csak... Annyira megható, megrázó. Tehát így megrázó. A Lázár Katitól, igen. A Pogány Juci, a nem tudom, tehát igen. Hogy generációkon átívelő, nem tudom, Kovács Adél, Mácsai, mindenki. Nem tudom, az én generációm is olyan fiatalok, akik tényleg letettek már valamit az asztalra, és tényleg a nagy öregek, de olyanok, akiknek az egész... A színház és filmművészet és a kultúrának ebből különböző ágazatai köszönhetik azt a nagy ívűséget, ami mögöttünk van. Reggel 8:30-kor... Mondtam, mondhatjuk, hogy a nemzeti kincs. De igen, és tényleg, és az, hogy ott ilyen kis papírkákat, és ezek az idős emberek, akik tényleg a fizikumukat, az idegrendszerüket, nem tudom, miüket hagyták a színpadon, vagy a filmen, vagy nem tudom hol. Olvassák ezeket a izéket azért, hogy egy egyetem, szóval, hogy az egészre, az egész. Szóval, hogy ott ki se jött a... Ki se néz senki az ablakon, nincs rá semmilyen reakció. És egyetem maga a szituáció annyira... Nekem az emblematikus volt ugyanez a reggel, és tényleg azt néztem,
hogy ott vannak ezek a, most azért mondom a nőket, mert tudom, hogy ugyanezek a kaliberű színésznők, akár csak cseheknél, hogy élnek és miben vannak, de akkor most nem menjünk mondjuk Franciaországba, vagy bárhova. És ott voltak kócosan tehát hogy tényleg olyan megrázó volt, és tudod, nem az, amit, hogy úgy annyira jó lenne, hogy azt látom, hogy jön, és egy kurva jó, egy sofőr hozza, érted? Jaj. Mert miért ne? Tehát miért ne lakhatna, hanem ott tényleg annyira megrázó volt, nagyon megrázó volt nekem is, hogy igazából tényleg, tehát hogy ja, hogy ezt itt sikerült elérni, hogy ez semmi. Hogy annyi, tehát annyira sokból áll ugye ez az egész össze most, mert oké, a Covid, akkor ez, hogy tényleg a kultúrának ez a szemét dombra kerülése anyagilag és elismertség és minden értelemben, amiért közben meg feláldozod az életedet, de akkor meg azt mondod, nem áldozod fel az életedet, és mondjuk gyerekeket szülsz, akkor jön a világ vége para. Ez, ami meg rendesen, de figyelj, tehát fiatal nő, érted? Igen. Hogy most szüljek egy gyereket, amikor minden nap azt olvastad az újságban, hogy 50 év múlva nem lesz emberiség. tehát, hogy ez az egész csomag így együtt, ez előválasztáshoz is tudom. Tehát, hogy ez azért tényleg sok. Ez tényleg sok most. Úgyhogy, és akkor pont ez volt, hogy akkor én ez ellen hogy védekezek, vagy nem tudom, és akkor tényleg ez van, hogy emelt fővel, tehát hogy akkor ebben most bele kell állni, hogy igen, én csinálom, hát ebben, hogy akkor itt ez van neked, és akkor itt csinálsz egy tök jó dolgot, nem nekik, mert ők nincsenek itt, de 30 másiknak, és ebbe a kicsibe kapaszkodunk bele, meg ilyenekbe, akik azt mondják, hogy kevesen voltak a koncerten, mert igen, és már tényleg ez van a fesztiválon, hogy nagy színpadon azt látod, hogy fél playbacken nyomja egy Paprika Jancsi olyan zenét, amit a világon mindenhol kiröhögnek. És rohadt sokan vannak rajta. És most tényleg, tehát hogy semmiféle szakmai féltékenység nincs bennem, mert aki jó, az jó, és azt is tudom, hogy én nem vagyok olyan értelemben mainstream pop, tehát nem is várom el, hogy sokan legyenek úgy rajtam, hogy... Ahogy régen. Jó, magas labdát tettem magam. De, hogy... Én így, ha érdekel, elmondom, hogy én szerintem én elég sokat szorongtam ezzel, amiket mondasz. Mondjuk így a világ végén annyira nem. De így hát ezen a minőségromláson minden téren, tehát a kommunikáció, ugye tudományosság, meg a hitelességnek az eltűnésén, az információnak a kurvulásán, hát hogy igen, egy mondat. Igen, és ezen az egészen... Mondatokat dolgozunk fel. Meg hogy mi a színház szerepe, vagy mi a film szerepe, vagy mi az én szerepem. És ugye annyira nagyon zavaró az, hogy nem zavaró, csak így, de mégiscsak így a távolságokat, meg a méreteket nehéz belőni, mert ugye van egy YouTube videó, aminek a tartalma szinte mindegy, hogy mi, és egy milliárd ember nézi meg, nem tudom mi, és akkor most meg csinálunk jövőre itt egy monodrámát a Srufniban mondjuk, igen. És hogy akkor mi az a hatás, amit az ember el tud érni, vagy el akar érni, vagy nem tudom, mert ugye nyilván mindennel kapcsolatban a színház mégiscsak valamiféle hatásról szól, elgondolkodásról, de az is egy hatás, amit kiváltunk, vagy érzelmi hatások. És akkor én ezen valahogy egy darabig így feszengtem, és aztán mindezzel együtt. A Covid az engem pont nem viselt meg egészen mostanáig, most nem tudnám elképzelni még egy kört. Ez már sok lenne. Belőle, és vidéken is szívesen élnék, ha megtehetném. Én azok közé tartozom, akik ugyan a tyúkokat nem hiszem, hogy be tudnám vállalni, de... De malackák. De kis malackákat. Barikákat és kis kecskéket szívesen. De hogy valahogy olyan jól helyre került bennem az, hogy az is egy tök nagy dolog, vagy az is egy létező hatás, és egy fontos hatás, hogy
azok az emberek, akik mondjuk téged néznek, vagy hallgatnak, vagy akik beférnek ebbe a színházba, és be is akarnak férni, hiszen azért veszik meg ezt a jegyet, mert most leszámítva azokat, akik el vannak ráncigálva, de hogy még akkor is itt vannak, és hogy egy rendkívül kiváltságos szituáció, és még akkor is, ha nem 1 milliárdan ülnek, hanem 400-an, egy rendkívül kiváltságos dolog, hogy ülnek, és néznek, igen. És figyelnek, és gondolkodnak, és hogyha ennyi emberrel mi tudunk kölcsönhatásba kerülni, vagy most ezt egyáltalán nem úgy hangzom, hogy mi, tehát hogy bennem nem csak, hogy mondasz, hanem hogy ez... Tehát, hogy ez ennyi, igen. És hogy ez nem is kell, szerintem... Gyémántból is kevés van. Így van. Szóval nem kell megversenyeztetni, csak erről nehéz lejönni, mert olyan drogja van ennek az egész cuccnak. Ennek hát meg azért tényleg ott van az, hogy valami miatt mégis azért szeretjük mennyiségbe is mérni a sikert. Tehát, hogy persze, végül is van az egésznek, igen, egy ilyen. Igen, és ezt most tényleg el kell tudni engedni, ezt a részét, mert nem fogunk soha se tudni versenyezni már ezekkel a furcsa dolgokkal. Hát igen, meg én egyszerűen nem, tehát én a Covid alatt is első körben azt éreztem, hogy úristen, most a színháznak erre, tudod, valahogy nem a Covidra, hanem erre az online szituációra mit fog reagálni a színház, nem tudom, mi mit tudunk csinálni, és egyszerűen nem érdekel. Tehát, hogyha ha ez oda... És nem gyanús, mert ilyen baromi egyszerűen nem érhető. De úgyis filmrendező akarsz lenni. Jó, az... A következő életünk. 40-től 50-ig, majd az leszek. De nem csak, hogy ha ez az egész átterelődik oda, akkor az engem nem fog érdekelni, ezt már eldöntöttem. Igen. Tehát, hogy ha nincs ez az együttlevés. Igen. Én is ezt fogalmaztam, hogy nekem ez, tehát az ott élőbe kell annak történni, azok között, az emberek között, akik ott vannak adott pillanatban, abban a térben. És igen. Engem is ez izgat ebbe. De vidékről nagyon nehéz ez az élet azért, tehát az... Aj, hogy lesz. Igen. De ez a lakókocsi is egy menekülő útvonal, amit te megépítettél. Hát miben így... vettetek egy, mi ez egy kiszuperált? Mi az, egy kiszuperált? Mert ez nem egy lakóbusz, nem ezt te raktad össze. Igen, mi? Jó, de mi volt a... miből? Mi volt? Elmentél egy autókereskedőbe? Hát az volt, hogy volt ez a hogy például amúgy ebben is, beszéltünk a Covid alatt, nem tudom, mert akkor költöztem el tőled. Igen. És akkor beszéltünk, és akkor valami fűcsomónál ültél éppen, meg legyeket izeltél kint Visegrádon, mert Zoom-on beszéltünk, ja. És akkor tehenek csókolgatták a füledet. Nem, te én. És akkor mondtam, hogy jaj, de jó, mert akkor volt az, hogy majdnem a nagyszüleimtől örökölt visegrádi házat felvállaltuk, de ezt végül nem vállaltuk. Majdnem szomszédok lettünk, de akkor volt egy ilyen nagy lendület bennem, hogy valami, ugye hát a világ vége hangulat, és akkor találtunk is egy Dunaparti nagyon szuper helyet, és hát így minden azt a felé mozdult, hogy ezt nehogy ez legyen az életünkben ez a helyszín, meg ez az egész, tehát hogy kezdve onnan, hogy én minden egyes alkalommal olyan pánikrohamot kaptam, mikor mentünk arra fele, hogy úristen, én most életem, innentől kezdve az van, hogy van egy kis időm, akkor majd ezen a... Megyek a kis baszott kertes úton fogok itt vezetni, megyek a kis kertbe. Szóval... Hát is sok munka van a kerttel. Hiperventillálva közelítettük meg a helyszínt, de közben annyira erős volt a pszichózisom, meg volt ez a vízió, hogy de egy gyönyörű stég, és akkor ott a naplem, szóval egy csomó mindenki fekszik. Nem tudom, de hála Istennek, ha vagy. De a szomszédban hogy mi az, ami nagyon veszélyes kutya? Pitbull. Egy pitbull tenyészet volt. Tehát amikor már így magamtól nem sikerült a valós döntést meghozni, akkor egy ilyen sallerátszállót kaptam a
nem tudom kitől, de még akkor is volt bennem egy, hogy nem baj, majd valahogy ezt így talonfalattal megoldj. De az volt, hogy a szomszéd az így annyira nem akarta, hogy oda költözünk, hogy így fogta a nagy bulldog kutyát, és így úgy jött át beszélgetni, hogy közben tudod, az Adél az így ez... kirohant a telekről, én megmondtam, hogy hát ez csak egy kutya, tehát hogy ez nem kell félni, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy észhez tértem, és rájöttem, hogy igazából nekem az probléma ugyanoda, igen, ugyanott lenni, tehát ezt, amit te is mondasz. És akkor a lakóautó az egy jó megoldásnak tűnt, mert a kerekei vannak. Igen. És ez egy igen öreg furgon, ezt a szót kerestem. De nagyon jó állapotban volt, tehát hosszas... De milyen extrákat tettél be? Hosszas research után vásároltuk meg. WC, az... vagy zuhany? Figyelj, az egész egy önellátó, de nagyon sokáig történt a tervezés. Ez egész egy lakás, egy tiny home, hogy divatos, igen, szóval éljek. Három személy alhat benne, van benne étkező, ilyen-olyan, nem megmutatom tárul, konyha, hűtő, napelem, tehát egy folyamatos áramellátás. És hát de akkor ebben végül is kész, most szabadságot, és azt érzem, hogy ez most egy megoldás lehet arra, hogy még egy darabig maradjak a fenekemen, mert két hétnyi szabadság volt, és ilyen erdők közepén megállni, és ott vagy három napig, és mondjuk nagyon félelmetes volt éjszaka, amikor így a vaddisznók... Látod, meg mondtad, hogy járkálnak. Ezért kijöttek ilyen pattanásokra. Igen, azért, mert nasiztam. Félelmemben nasiztam. Én tudom, hogy ilyen kontroll van nagyon, hogy... És még egyet akartam kérdezni, vagy nem tudom, mennyi idő van? Még egy belefér. Van az a burzsoázia diszkrét bája, amikor egyszer így vacsoráznak, és akkor egyszer csak van egy ilyen vacsora jelenet, és így forogok. Szóval ez a burzsoázia diszkrét bájában majd... A WC-ken ülnek. Nem, vacsoráznak, és megy egy vacsora jelenet, és így megfordul a kamera, és a másik oldalon más, egy ott ilyen full nézőtérül. Én akartam is egy ilyen klippet egyszer az egyik számomra, hogy kiderül, hogy nézők nézik. Mert nekem mindig az lenne jó, ha mindenről kiderülne, hogy nézők nézik, amit szörnyű, úristen, lehet tényleg a pszichológushoz kéne. Hogy ezt a Jermát akartam kérdeni. Ó, de jó. Most nagyon szívesen beszélek. Mert ugye ez a gyerek kérdés miatt, igen. Nem kell róla beszélned. Nagyon szívesen beszélek a saját. Hát nem, hanem mert neked mindig olyan, nem, hanem hogy milyen, mindig érdekeseket szoktál arra mindenre mondani, de hogy arra, hogy miért választasz egy darabot. Több tényező van a darabbal kapcsolatban, az egyik az, hogy hát maga a gyermekvállás és a meddőség, illetve az anyaság, illetve az anyává válás, tehát nem is maga az anyaság, tehát mert nem arról szól a darab, hogy meddig gépezhet a kis Juan, hanem hogy egy nőről szól, aki ugye nem esik teherbe. És ez egy, hogy is mondjam, egy nagyon, tehát a megváltozott világban az, hogy például te egy hasonló nő vagy, aki későn szült, én még ugye nem szültem, és nem is tudom, hogy alakul ez az életemben, lehet, hogy fogok, lehet, hogy nem. De hogy egy nagyon sűrű mékas az egész, már eleve, hogy egy nő méhe, az a nőjéje, a házasságéje, az államéje, az övé, szóval, hogy igazából azt guberálgatni, hogy ez micsoda, és Hát meg ez tényleg, bocs, hogy beleszólok, csak hogy közben meg tényleg ez van, hogy túl vagyunk népesedve, és ettől pusztítjuk el a földgolyót, de közben megszűjünk, tehát hogy, és közben nyilván iszonyatos ösztön. Ez muszáj egy milyen alkoholmentes sört kipukkan. Kivészítom. Ezt nem hallgatom tovább. Hát igen, de ezt mind szeretném belevenni. Illetve, hogy ugye ez egy
bizonyos értelemben egy pszichotriller, mert ez a nő nagyon szinte meg nagyon, nagyon sötét az egész, mert hogy ott a vidéki közegben ugye ez elvárás, vagy magában a darabban megvan ez a motívum. De igazából magam körül is ezt látom, hogy a barátnőim rengeteg, aki mondjuk ebben van, már, hogy már olyan korban, vagy egyáltalán, tehát ugye most itt nem ebbe akarok belemenni, hogy pasi, nincs, nem tudom mit, tehát ez a gyerekszülés, ez egy pszichotriller, tehát ez tényleg, hát nagyon, ez nagyon. Az ember agyára megy, tehát ez egy olyan őrítő. Nagyon durva dolog, és ez is nagyon durva dolog ennek a kibogozása, mert én például saját magamon, aki jól mondhatom, úgy alakult az életem, hogy kívül tartózkodtam bizonyos mintákon, vagy bizonyos társadalmi utakon, sőt, tehát ezt talán kijelenthetjük, tehát hogy az egész férfinői házasságnak ez a típusú, hogy is mondjam, elvárt stádiumai. Teljesen fel tudtad magad szabadítani. Nem, igen. De közben mégis, hogy mi ebből az ösztönös, mi ebből a vérszava, mi a biológia, mi a társadalmi rész, és ez is benne van ebben a darabban, hogy ez a nő közben maga is küzd azzal, hogy valamit zsigerileg érez, és mi az, amit zsigerileg érez, és mi az, amit a társadalom. Most azért nagyjából ebben a stádiumban vagyok az életem, hogy próbálom kibogozni, hogy én is érzek valami tök durva, és rajtam aztán nincs társadalmi nyomás, tehát ennek az országnak a vezetése nem feltétlenül gondolja azt, hogy ideális szülő lennék, szóval nem vár engem a babaváró hitel. De mégis van valami belső izém, amit így fogalmazgatok, megérzek, meg tehát így keresgélem, hogy miről szól, és na mindegy, szóval azt gondolom, hogy akik benne vannak, azoknak is, tehát azok a színészek, azoknak is. Azért jó amúgy ilyen aktuális dolgokkal foglalkozni színházban, vagy tényleg kortársnak gondolni a színházat, mert annyira jól bekapcsolódik mindenki, vagy annyira jól meg tudunk mozdulni együtt, mikor dolgozunk meg én. Nem tudom, hát igen, igazából ezzel akartam kezdeni. Csak ezt elfejtettem. Nem baj, nem voltunk ilyen nagyon viccesek, mert tudtunk valamit csinálni, hogy nagyon szórakoztatóak legyünk, csak valahogy én rohantam rá a borira, hogy én azt érzem, hogy ennek az egésznek, ennek a formátumnak valahogy az a lényege, hogy mi úgy beszélgessünk, mintha ez nyilván baromi nehéz, de hogy valahogy mégis, mint hogyha rám rohant, és akkor mondtam, hogy én meg ugyanezt akartam neki mondani, mert én is megnéztem két előző adást, és én is azt láttam, hogy nem szabad szerepel, nem kéne szerepelni. Igen, de az nagyon nehéz volt visszafogni egy-két résznél, nagyon szerettem volna amúgy. Én kicsit szerepeltem azért. Igen, de hát te akkor vagy boldog, tudod? Így kicsit szerepeltem meg a viszki, és most így már jól vagy. Na jól van. Akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Tök nagy sikerünk van. Nem megyünk ki. Eltanulta tőlem ezt. Igen. Itt maradunk arra. Keveset vagyok színpadon, hogy és egy kicsit. Otthon is ezt kéne, üljenek benne ilyen 30-40. Egy ilyen székmű vagy, és... te drága vagy. Nekem az úgy tetszett, hogy te ilyen kis mély, réteges hagymagyerek vagy, tudod, nem csak egy... Hogy hát tudod, ilyen több réteges. Minden mondat, ami kijön a számon, hülyeségnek hangzik. De csak előadás után, vagy általában? Főleg előadás után. Nem, csak kíváncsi vagyok. Te aglegény vagy? Nem. Jaj, te drága! És meg fogsz nősülni? Ne várjatok sokáig, ez a lényeg. Nem tudom ezeket kezelni. Most muszáj ezt elmondani. Tehát, hogyha még egyszer megdicsérsz, én nem tudom kezelni. Igen, ez egy furcsa, ilyen önostorozó típus vagy. Azért. Igen, abszolút egyébként. Igen, nagyon. Igen. Ez az ink viszont jól áll. És most menjünk tovább.